Lőrinc Tamás visszavágott a dél-koreai Kim Hyeo-woo-nak a 2012-es olimpiai játékok elődöntőjében elszenvedett vereségért. Akkor a 66, most a 77 kg-os súlycsoportban csapott össze a két titán. Lőrincnek hatalmas küzdelmet követően sikerült nyernie, és bejutott élete második felnőtt VB döntőjébe. Egy nagyon nehéz ellenfél volt, hihetetlen jó birkózott ma, ahogy néztem. Mindenkit szinte technikai túsra vert, úgyhogy próbáltam nagyon koncentrált lenni az elején, és hát semmiképp nem taktikázza, mindenképpen én támadjak először. Ami sikerült is, ha bár az akció elmaradt, hát utána elkezdtem gondolkozni, hogy mi lesz itt, de végig próbáltam nyugodt maradni, próbáltam végig koncentrálni, hogy nehogy hibázzak, nehogy túlakarjak, mint ami sokszor előfordult, és akkor már nem tudom megfordítani a mérkőzést. Most hál' Istennek fejbe végig ott voltam. Jól is jött a lenti helyzet, hogy egy kicsit elkapkodta ő is, úgyhogy örülök. Lőrinc azzal az orosz Csekirkinnel csap össze a holnapi döntőben, aki a címvédő Nemes Viktor győzte le. Azzal, hogy az orosz a fináléba jutott, Nemes a holnapi versenynapon a Vigaszágon folytatja a küzdelmet. Mihály Kadzsájának a 97 kg-os kategóriában nem sikerült a fináléba jutni, miután 3-0-ra kikapott a bolgár Milovtól, így a bronziremért küzdhet majd. Friz Krisztiánnak nem sikerült 2007 után ismét VB bronzot nyernie, mivel a harmadik helyet eldöntő mérkőzésen technikai tussal kikapott a kínai Valihan Saliikétől.